kórházba és a bölcsödékbe is ellátogatott a Mikulás. Csak nem, 1800 Mikulás csomagot osztottak ki a gyerekeknek a főtéren. A hosszú élet titka is kiderült a 60-i portrékban. Köszöntöm Önöket! 60-ban már péntek reggel megérkezett a Mikulás. Ellátogatott a kórházba, a bölcsödékbe, hogy aztán a főtéren találkozzon a gyerekekkel. Kicsik és nagyok örömére 60-ba érkezett a Mikulás. Először az Albert Schweitzer kórház gyerekosztályára látogatott el, ahol a kisbetegek már nagyon várták őt. A csomagok kiosztásában Horváth Richárd polgármester, Szinyei András és Lestján Balázs alpolgármester segítettek a nagyszakállónak. Horváth Richárd elmondta, a télapóval közösen igyekeztek jókedvre deríteni a kisbetegeket. Beteg gyerekeket látogattunk el, a Mikulással közösen és csomagot vittünk nekik. Nagyon remélem, hogy egy kis mosolyt, egy kis jókedvet csaltunk az arcukra. Nagyon várták a Mikulást, volt, aki énekelt, volt, aki szavalt a Mikulásnak. Én úgy gondolom, hogy sikerült egy kis jókedvet, egy kis vidámságot vinni nekik a kórházi szobába. A nagyszakálló a Hajós Alfréd úti és Mohács utcai bölcsöde apróságainak is készült meglepetéssel. Nagy Zoltánné, a Mohács utcai bölcsöde vezetője elmondta, a gyerekek sokat készültek az érkezésére. Természetesen kis mondókákkal, énekekkel, amik erről szólnak, meg olyan kis manipulációs tevékenységekkel lehet itt is talán látni, hogy kis piros csizmát színeznek, ragasztanak, tehát ezek már mind közelebb hozzák a Mikulásvárást. A Kossuth téren a télapó egész nap várja a kicsiket és nagyokat. Elsőként óvodások, majd az általános iskolások mennek vendégségbe a nagyszakállóhoz, délután 4 órától pedig bárki meglátogathatja őt. A Kossuth téren felállított színpadon várta a gyerekeket a Mikulás. Az óvodások és általános iskolások között közel 1800 édességgel teli csomagot osztott szét a nagyszakálló. Hosszú utat tett meg a Mikulás pénteken 60-ban. Reggel a kórházban és bölcsödékben látogatta meg a gyerekeket, 10 órától pedig már az óvodásokat és az általános iskolásokat látta vendégül a főtéren, akik versekkel és dalokkal kedveskedtek neki. A Mikulás elmondta, nagyon jól érezte magát a 60-i gyerekek között, és sok meglepetéssel várták őt. Hú, nagyon sok szép verset kaptam, nagyon sok szépet énekeltek, németül is énekeltek, úgyhogy nagyon örültem neki. A kicsik már nagyon várták, hogy megérkezzen a Mikulás. Mezei Dóra azt is elárulta, mit kért tőle. Amiben benne van a varázs Scooby-Doo meg a nyaralós Scooby-Doo. Kronovetter Kristóf különböző finomságokat készített a télapónak. Süteményt, tejet, a szarvasnak répát, meg sót. Horváth Richárd polgármester elmondta, öröm látni azt, hogy ennyi vidám gyerek van a Kossuth téren. Hozzátette, minden évben elhívják a Mikulást 60-ba, hiszen a kicsiknek nagy élmény, ha találkoznak a nagyszakállóval. Valóban a Mikulással forró dróton vagyunk, ha fogalmazhatok így, és a Mikulásnak nagyon jó véleménye van a 60-i gyerekeknek, virgácsot nem is hozott 60-ba, csak csomagokat hozott 60-ba. Beszámolt arról is, hogy a Kossuth téren megnyitott a karácsonyi vásár, és felállították az ünnep egyik legszebb jelképét, a város karácsonyfáját. A polgármester bízik benne, hogy sokan kilátogatnak majd az ünnepi díszbe öltözött Kossuth térre, ahol karácsonyig csak nem minden nap lesznek programok. Az egykori TS főkönyvelője Nagy László gyermekkoráról, hadifogságáról, családjáról és a hosszú élet titkáról beszélt a legutóbbi 60-i portrékban. Ezúttal Nagy Lászlót látta vendégül Tompa Z. Mihály a 60-i portrékban. Laci bácsi 1925-ben született Rózsaszentmártonban, a család harmadik gyermekeként. Elmesélte, szülei önfeláldozásának köszönhetően lehetőséget kapott, hogy a 60-i internátusban tanulhasson. Itt katonás fegyelem volt, ahol csavarogni nem lehetett, ellenben etikettet és táncot is tanítottak nekik. Ahogy ő fogalmazott, felkészítették az életre. Úgy véli, Isten a kegyelmébe fogadta, hiszen sok szörnyűségen ment már keresztül, mégis mindent sikerült túlélnie. Ilyen volt például, hogy gyermekkorában agyhártyagyulladást kapott, de komoly vakbélgyulladás miatt is műteni kellett.
A küzdelmek sora valóban az egész életét meghatározta. Csupán 8. kisiskolás volt, mikor hadifogságba esett, ahol 3 évet töltött. Sorstársaival gyötrő esztendőket éltek itt át, olyan dolgokkal kellett szembesülniük, amikkel korábban nem találkoztak. Hazatérése után nem sokan, ablakpucolás közben meglátott egy fiatal lányt. Szerelem volt első látásra, és immáron 65 éve élnek együtt boldog házasságban. Szerelmükből 2 lányuk született. Nagy László munkásságát az Ecséri TS-ben kezdte, mint főkönyvelő, majd 2 év után a 60-i termelő szövetkezetnél helyezkedett el. Ekkor költözött családjával 60-ban. A saját tapasztalatai, szenvedései és történetei alapján úgy érzi, 3 kiemelkedően fontos dologra van szüksége az egyénnek. Az én hitvallásom az szeretet mindenek előtt, tehát a humánum, a tisztesség, a becsület, tehát az etika, és a tanulmány, a tudás, a stúdium. Ez a 3, ha szerves egységben működik, akkor a társadalomnak javára válik. Hozzátette, ehhez még hozzátartozik a becsületesség, az optimista világnézet és a gondoskodó családi háttér. Az estén Szmorek Piroska, Podonyi Panni, Skondek Zsolt is közreműködött. Szombaton délután 3:45-kor Wolf Kati érkezik a Kossuth térre, és előadja a legismertebb slágereit. Vasárnap pedig 16 órától a Belvárosi Református templomban a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai adnak műsort, majd 18 órától Lestján Balázs alpolgármester meggyújtja a város adventi koszorúján a 2. gyertyát. A hétvégén borult, párás, ködös idő várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Önök a 60 TV híradóját látták, most a Riporter című magazinunk következik. Ha tehetik, maradjanak velünk. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!